Ugyanúgy, mint egy nyílt lángú gázüzemű berendezés, az úgynevezett Siesta kájha is abból a légtérből kapja a levegő ellátását, ahol elhelyezték, és ugyanoda bocsátja ki égés termékét is, mondta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője. Leskovics Zoltán hozzátette, ezért fontos a helyiségek megfelelő szellőztetése, hiszen akár szénmonoxid mérgezés is történhet egy-egy ilyen kájha mellett. Országos statisztikával érkeztem, tehát 2014-ben van pontos adatunk már a ilyen Siesta jellegű kályhákkal kapcsolatos káreseményekről. 13 esetben következett be káresemény, ezek használatával kapcsolatban. 4 esetben szénmonoxid mérgezés, 5 esetben a kályha okozott tüzet, és 4 esetben pedig robbanás következett be. A főfelügyelő mindezt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal sajtótájékoztatóján mondta, Kocsis Sándor kabinetvezető az eseményen kiemelte, a megyei védelmi bizottság elnöke a megyei kormány megbízott. Többek között ez is erősíti a kormányhivatal és a katasztrófavédelem közötti kapcsolatot.